Üdvözletem mindenkinek! Így vasárnap reggel 7 órakor Metroid Prime 2-es gameplay. Hol hagytam abba? Megszereztük a Charge Beam-et. És most azt mondja a játék, hogy menjünk a Magmore Caverns-be. Én itt most lehet, hogy meg tudnám nézni ezt a valamit itt, ezt a kis titkos szürkén maradt helyet. Menjünk már itt vissza. Vissza kell jöjjünk ide a Charge Beam-hez. Ezt miért nem vettem észre tegnap? Szia Lili, szia Atet. De korán fönt vagytok. Azt hittem csak én fogok felkelni. Mert Metroid van. Hoppa szemek. Most megpróbáltam úgy irányítani, hogy az előző Metroid irányítódik, hogy az A-val lövök, de akkor nem tudok az analóggal közben fordulni, úgyhogy inkább marad a ravasz. Lehetek a térkép szerint. Itt van egy lyuk középen. Hol? De durva. Ezt nem vettem észre. Annyira jó, hogy a Samusnek visszatükröződik az arca. A Visoron, nem hiszem el, mennyire jó ez a játék. Hallotok rendesen? Remélem. Mi lenne, ha nem hallanátok, hogy csak és kizárólag ajnározom a játékot és ömlengek róla. Ó, persze, hogy hogy Spider-Ballos puzzle. Mi lesz ott fönt? Mi az? Igen, jó a fülem a torkon fel. Jobbulás, Lili. Jó, hát ide akkor még nem jövünk be. Azt akarja a játék. Hova rakta a kérdőjelet? Hát? Nem is itt van. Nem is szent a pályaszakaszon. Várjatok! Ez már elérhető lesz nekem itt, nem? Ha visszajövünk ide. Aj, de imádom ezt a Metroidban, hogy így jössz-mész, próbálkozol. Ezt szerintem itt meg tudjuk küldeni, és itt kijövünk az Energy Tankért. Igen, ahhoz mi kell? Azt mondja, hogy... hol vagyok? Minden vissza ide. Igen. Igen, ezt már nem emlékszem fejből, hogy mi. A lényeg, hogy ez a nagy udvar. És ott kell eljöjjünk a bal hátsó kapun, hogyha menet irányjal szemben nézzük, mert innen jövünk be mindig ebből a nagy teremből. Tehát a bal hátsó 2-es kapu. Utána az elég lineár.
És ezt nézzük meg akkor. Jó. Nem tudom, hogy ez így van-e, de tegnap egy YouTube videóban azt mondta a kedves YouTuber, aki mondott pár zöldséget is mellé, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire kezeljem hiteles információnak. Dehogy. Elvileg ez a motor, amivel fut a játék, ez az Origi Metroid Prime-nak a motorja felturbózva a Switch-re. Ha ez így van, az kőkemény. Ha ez tényleg igaz, az brutális. Iszonyat, milyen gyönyörű az egész. És 60 FPS, és élsimítás, és minden, amit el tudtok képzelni. Ezen a kvarc órán, amit Switchnek hívunk. Tehát, hogy what? What? Balra tőlem nem a magmor van. Magmor van. Nem, lila ajtó. Lila ajtó az, ahhoz én még kevés vagyok. Az itt van, itt a lila ajtó. Jelölöm középen. Úgy emlékszem, hogy igen, Magma Pool. Írja a pálya nevét, Magma Pool. De várjunk. Nem emlékszem. Ez szerintem nekem fáj, ha beleesek. Van egy olyan érzésem. Igen. Ja. Grapple lesz ez. Szia Bárány G, jobbulást! Jaj, ugyan Imi, legyél már fél férfi. Oké. Okay. Kek. Lili, te mennyire vagy ilyen FPS mániás? Semennyire? Azért ajánlom neked, hogy kövesd ezeket a gameplayeket, hátha elkap a Metroid láz. Iszonyatosan jó ez a játék. Iszonyatosan jó. Amúgy nem csak duál, nem bírok beszélni reggel, nincs egy órája, hogy fölkeltem. Azért vasárnap én sem szeretek hatnál előbb kelni, úgyhogy 6:45-kor keltem. Szóval nem csak a duál analóg irányítás van, hanem van a motion irányítás is. Lehet, hogy azzal amúgy fluidabban tudnék játszani, és jobban úgy néznek ki, mint hogyha egérbillentyűzettel menne a játék, de azt én most így nem érzem. De jó, ha tudjátok, hogy úgy is lehet irányítani a játékot. Ops, 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 ops. Hát ezek becsapódtak.
És akkor most... Igen, jó felé jövök. Amúgy is itt lesz egy elevator Magmore Caverns-be. Így is, úgy is erre kell jöjjek. Akkor viszont... Au. Mentek. Nem szeretnék úgy elhalálozni, mint az előző gameplay-ben. Jó, az boss fight volt, tudom, de... Biztos, ami biztos. Jézusom, Super Metroidban, meg a Metroid Dreadben. Az élmény, mikor mentőszobát találsz. Oh! Te, az amúgy ez itt mit kempel? Ez illegális, hello! Kempeli az ajtót. Takarodjatok már! Tényleg nem talált? Ups. Azt talált, jó. Jó. Azért nem lövöm le ezt a bugot, hogy lássak. Hogy eltűnt a fénye, hogy megijedt? A lift. És itt lehet elmenni arra, merre még nem voltam. De miért nem voltam még erre múltkor? Miért nem jöttem el erre? Szép volt, mi? Egy lór, ott egy raketta. Miért van olyan érzésem, hogy mindjárt megtámadnak a Space Pirate-ek? Na, tessék, egy jövőről való értekezés, filozófiai szinten a kozóktól. Oké. Fú, de szép ez a játék. De sajnálom, Lili, hogy
hogy nem vagy ez az FPS-es. First locking mechanism, second, third. Mennyire jó, hogy itt visszhangzik a terem. Ahogy lépek, az is. Úristen, de jól néz ki. Ezért jöttem. Oké. Okay. Ó, lepattan róla. Látjátok? Onnan ide pattan. De jól néz ki. De ott meg nincs szílelve. Easy game! Fú, de király! Jaj, de jó az a játék! Akkor figyeljetek, igazából nincs más választásunk, megyünk le! Let's go. Magmore Caverns. Most már a ruhám jó ahhoz, hogy elviseljem a hőséget. Mentés, yes. Azért így 3D-ben a labdává alakulás kicsit weird és vicces, a régi játékokban ezt inkább elhittem. Tessék elolvasni a lore-t. Ott van.
Ugye a kedves főszereplőnőnket, ezek a kozók, ezek a madárfejű, technológiailag szuperfejlett lények nevelték fel, miután a Samusnak megölték a szüleit, és hát nem más ölte meg a Samus szüleit, mint Ridley, a fő ellenség. És ezek a kozók, ezek alterálták a Samusnek a DNS-ét, hogy ilyen szuper atletikus legyen, szuper erős legyen, mármint hogy default. Tehát nem, ne csak sima emberi erős legyen, hanem annál erősebb, stb. És hogy így tudjon szuper menőn működni az armorjával szimbiózisban. Grisby. Its intelligence is limited to instinctive scavenging patterns. Rakétát nem szereti. Miért ilyen jó ez a játék? Valaki mondja meg nekem. Ez hihetetlen. Ezek a színek, mondom, ezek a teljesen egyedi geometriai formák, hogy itt egy szikla így jön be. Nem szögletesek a pályák. Semmi nem Ctrl-C, Ctrl-V a Metroid Prime pályadizájnban, semmi. Jó, egy Metroid játékban sem, de... Ah. 2002! Értitek? 2002! Puffer. Hogyha azt hiszem charge beam ezek, akkor ez jön felém. Akkor rosszul emlékeztem, mekkorát robban. Ott van valami piros. A grapple beam, az kéne. Azt nem ekkorát robban, atya ég.
Megyünk az ismeretlenbe. Komolyan mondom, félek. Klasszik Metroid. Ma mindjárt oda lemegyek aztán. Kirobbanó sikert fogunk arakni. Azaz... Ó, oh, azaz... Visszarak! LOL! Berobbanó sikert fogunk aratni. Ne csesz már! Visszaköp! Ő meg nem hal meg. Akkor itt most fogúskázni fogunk? Mellé mentem, mellé. Ne fogjál már meg! Ez az. Ne! Ne! Hova kell menjek? Na, fejezzük be a bohóckodást. Tehát... Aha, ott kell kijöjjek. Jó. Ez mert azért fúj, hogy ne tudjak itt átugrani? Nem tudok sajnos. De ezeket nem lehet széttőni. Szét lehet lőni? Nem. Nope. Kis karika. Hitbox! Már rég húztam lefelé az analóg kart. Jaj. Itt leugrok, innen nincs visszaút. De még van, jó. Eddig eléggé szűk terekben mozogtunk, de ha megnézitek, vannak itt elég nagy pályarészek is. Ne vegyem föl! Ezt még nem szkenneltem le, a sárgát. Ez az! 100 unit of energy. What? De nem tudok még felugrani. Hoppá! Egy, kettő, de három, négy. Ne süllyedjünk, ne süllyedjünk, ne süllyedjünk. Jó. Jó, lassú süllyedés platformja. Oda nem kéne leesni. Van egy olyan érzésem. Na itt a haverjaim. Fogúskázó haverjaim. Itt mi van? De semmi. Csak egy barlang? Nem! Aha. Jó. Itt jövünk majd be ide. De az miért jó nekem? Valahol egy missile expansion lesz? Nem. Itt lehet kijönni. Itt. Aha. Jó. És ha más felé vinne az élet.
Azt mondja, ide kell jöjjek. Nyomon vagyunk, srácok. Jó, mindjárt. Mindjárt nézzük, de még van az a fönti ajtó. Azzal is kéne kezdeni valamit. Azzal ott. És amúgy... van ott is egy ajtó. Hol? Ott. Aha, az lesz az. A lenti átgurulósból tudunk oda menni. Ez meg ugrálós. Csak hogy itt azonnal tovább ugrani, mert ez a süllyedő platform. Ajjaj, az nem törött? De. De. Az bizony turret. Az nagyon törött. Akkor a mákon van, hogy ilyen lassan fordul. Azaz. Kérsz egy kis sósavat a pofádba? Azaz. Jó. Annyira szeretem az öreg konzervatív bácsikát idézni. Hirtelen annyi felé lehet menni. Ajjaj. Ice spreader! Ezeket hogy hívják? Triklops. Hunter Gatherer. It collects small creatures. Lol. Azért szed össze minket golyó formában. Ups. Bújok. Kell a grapple, basszus, nagyon kell. Nagyon kéne. Na, Triklops. Össze ne Hunter Gatherer-öljél engem. Jó.
Csak ne essünk le. Ups. Oké. Okay. Ups. GG! Na de várjatok. Ha ott leugrom, akkor megint végig kell gurulnunk azon a csövön, úgyhogy inkább jövök vissza. Majdnem kiestem. Mert hogy? Ez itt még gyanús nekem. Mi van itt? Ez egy magmor. HP. Mondjuk ez csak 20. Nem baj. Jó, ebből nem lehet kiesni. Köszi játék. Ezt nem lehet kirobbantani? Nem. Ebből ki lehetett esni. Vagy nem láttátok? Itt, végig. A szélén, ahogy kell. What? To tell an overworld west. Bárcsak tudnám, hogy melyik a west is. Melyik a nem? De ez a dupla ajtós. Ide jöttünk le. Igen, ide jöttünk le. Szóval... Annyira szigorú a játék ezekkel a... Ezekkel a... sarkakkal, szélekkel. Ha nem pontos, leesel a francba. Semmi megengedő izé. Nem tart fönt a Szentlélek. Mindegy, szóval nagyon pontosan kell ugrani. Lényeg az, hogy... azért jövök erre vissza. Mert ott a nagy udvaron... meg kéne még nézzük a... Ezek itt voltak eddig? Ezek a csövek. Azon a nagy udvaron meg kéne nézzük a... azt az épületet. De várjatok, ide hogy? Ide honnan érkeztem? Honnan? Mert ugye vissza kéne menjek oda. És onnan oda, onnan... mert nincs még meg a grapple-öm. Várjatok. Nem fordítva, tehát előbb. Nem bírom összerakni fejben, ez nagyon nehéz. Ugye itt most nem lehet azt csinálni, amit a többi Metroidban, hogy végtelenség ugrálsz a gömbben, hanem kell ugrani egyet. Azt oda teszed. Rögtön fölugrasz, és a robbanás előtt azonnal teszel még egyet, majd ahogy
az a második, vagy az elsőre lerakott bomba földob, föntre raksz még egyet, egy harmadikat, és ahogy leestél a földre, azonnal föl kell ugrani, hogy a második számú bombát még elérd az ugrásoddal, ami fölrepít, és utána a harmadik számú meg még följebb repít. Aha. Nem, nem, az utolsó ugrás nem jön a megcsinálni. Aha, az utolsó kéne. Lehet, hogy túl magas? Ó, majdnem! Hittem, hogy tehát egy speedrunner itt átugrik. Nekünk azt mondja a játék, hogy ide grapple kell, úgyhogy hát grapple kell ide. Basszus. Szia Hardy! Előrendelted? Jó éjszakát, Bárány G. Ez egy teljesen régi 2002-es Metroid játék remasterelve. Semmi extra funkció nincs hozzáadva, Lili. Ez a játék 2002-ben, de jó, ez egy teljes Spider morbólos menet. Tehát, hogy ez a játék, amikor kijött, konkrétan ezt így mind tudta, amit látsz játékmechanikában, grafikában. Úgy grafikában, hogy az akkori hardveren pixelesen, de ugyanígy nézett ki, ugyanezzel az art style-al, mindennel. Csinálják meg proliban is, akkor ugorjak át. Pedig ki tudtam volna ugrani, csak egy fél órára lett volna szükségem, hogy kiugorjam azt a triple bomb jumpot. Jó, nem akartam ezzel húzni senkinek az idejét. Viszont... az, úristen, nem emlékszem, hogy az hogy van meg. What? Ez nem az, az az. War.
Geothermal Power. Tehát ez itt az erőmű, az egész bolygónak az erőműve. Itt lehet még menni egyel följebb. Azoknak, akiknek van double jumpja. Ez még nem én vagyok. Ezt ki lehet robbantani. Why is that? Jó, visszatermelődik. Mennyire jól néz ki. Ebből egy ilyen compilation-t össze lehet vágni, amikor ezt így mondom. Ez hova megy? Fendronaut Drifts. Gyerekek, ott van a világ legjobb zenéje. Menjünk föl. Csak ezért? Itt van a legjobb zene. Úristen, ez a kedvencem. Ajjaj. Ezt ki kell majd olvasztani innen, basszus. Recording to log.
Annyira jó ez a zene! Innen vissza kell még menjünk Magmorba. Rengeteg mindenem hiányzik. Jó néhány upgrade-re szükség van még, hogy tudjak jönni, erről is lepattanok. Aha. Jeppers. Szia, Baxi! Oda is double jump kell. Jaj, de csodálatos. Nem tudok betelni ezzel a zenével. Annyira jó, hogy ezek a kamuflázsos madarak így görbítik a teret. Bax, én ezt játszottam már GameCube-on is. Vagyis hát úgy GameCube-on, hogy Wien. Wien GameCube-on. Mikor megláttam a Nintendo Direct-ben, majdnem elsírtam magam. Van még fönt. Turpisság. Easy. Wow, az melyik volt? Az az volt.
Ops, szevasztok! Kicsit egy farkas szemet néztem az autótöretekkel. Jó. Túl sok felé lehet menni. És elfelejtettem, hogy nekem merre kéne. Itt a cső. Aha. Ezt majd ki kell robbantani, vagy valami, az nagyon kéne. De ez nekem már erre a pályára nagyon kéne. A lávába, az Ice Beam. Az úgy veri-veri kéne. Itt mentünk, ez a lift felé megy, ugye? Ott az elevátor, igen. És a másik... Tehát, hogy... Itt fel tudunk menni, de ha átjövünk ide, akkor ott csak grapple-lel lehetne elmenni abba a sarokba. Vissza kell menjek. Meg kell szerezzük a grapple beamet, hogy el tudjunk kezdeni Indiana Jones-kodni. Ahhoz meg az kell, onnan jöttem ki, akkor oda kell menjünk. Ugye? Igen. Szóval itt fogunk beugrani a padló alá. A padló le. Süllyed. 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 Hol van a... itt van a... az a barlang. Na, ugorj már be! Samu! Ugorj be! Jó! Egyszerűen olyan súlya van ennek a labdának, így tök érezhető a kontrollon keresztül. Nem hiszem el, hogy itt nincs valami... valami extra... legyen már. Ja igen, labdában nem te irányítod a nézetet. Az analóg karral. Azaz, köpjél vissza. Hanem a labdában saját magától megy a nézet.
Ugye elsőre is meg lett volna, ha akarom. Tudjátok. Csak még muszáj volt körbenézni. Igen. Pont ahogy mondtam, itt föl. És a játék azt mondja, hogy jöjjek erre. Há, egy missile expansion. Azt szeretem. Mondjuk, ha eltalálnám. Hitbox, please. De ez nem lehet ennyi. Ez lehet ennyi. Csak. Hát lehet. Basszus. Jaj, ne, nem sokára be kell fejezzem a streamet. Taxi. Ja, az csak eddig köp. Ja, beleköp a másikba. Értem. Ez de viccesen van megcsinálva. De itt ki lehet szabadulni. Így. Ah, be van párásodva a visorom. Basszus! Imádom ezt a játékot. Jöttünk innen. Triclops pit. Igen. Monitor tunnel. Monitor station. De hát ott a double jump meg minden. Tallon, Kozó, Magmor. A Fendranába még biztos nem kell menni. Ups, várjunk. Nézzük meg a Tallont. Hát akkor viszont... Fölmegyünk lifttel? Fölmegyünk lifttel. Nem tudom, hogy hol fogunk kiukadni. Emlékszem, azt írta a játék, hogy Tallon Overworld North. Jó. Van ott még.
Jó. Kell vissza rakéta. Itt van a lift. Igen, itt a lift. Kérem az Ice Beam-et! Lángszóró. Jó. Jaj! Hihetetlen, hogy ezeket nem lehet lelőni. Na, csumpiba! Csumpiba átjöttem. Sietek. Mr. Magmur, ne bántson. Oké. Okay. Talon Overworld West, nem North. Nézzük csak. Ott fogok kijönni, ahol már voltam. Aha, ott jöttem ki, basszus. De van egy olyan Talon Overworld elevator. Ez hova megy? Kozo Ruins West. Itt a hajóm. Landing site, aha. Lehet, hogy ez most elérhető már így, hogy van bombám. Nézzük csak meg. Ide vissza. Hogy ez szép ez a játék. Pálya design. Most hát ez nem pálya design, ez art design. Ez valami egészen elképesztően gyönyörű. Majd lehet menni tovább, egyszer. Itt a hajóm. Hol a hajóm? Még egyel kijebb. Ja igen, 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 igen. Merre kijebb, erre kijebb. Ez már megvan fejből. És akkor amire kíváncsi vagyok, nem erre, erre. What? Nem, innen jöttem ki. Ugye? Nem. Most jövök jó felé.
De nem, ide is a grapple kell. Vagy... Nem emlékszem, hogy itt mekkorát lök rajtam a bomba. Aha, ekkorát. Valamit misszeltem. Valamit nagyon misszeltem. Mutatta a játék, hogy incoming data, és hogy valahol mozgás van. Gel Zap. Aquatic Predator. A tápláléklánc csúcsán ő van. Szép Missile Expansion. Kár lenne, ha történne vele valami. Látom, hogy Space Pirate-ek lesznek. Nem kevés, ha jól emlékszem. Kozó West, Magmorn East. Akkor megint lemegyünk Magmornba. Nem tudok kiugrani, ne csesz már. Please. Egy kis HP vissza.
Ez az az ajtó, amerre nem tudok menni, ugye? Igen. Kell a spider ide. Tehát, hogy... Itt semmi esély. Ez pedig az a rész, amerre el vagyok akadva. Meghalt. Nem halt meg, lol. Boxi, nagyon remélem én is, hogy kijön a Prime 2, meg a 3 is. Ugye a 3-ról csináltam még Game Day videót. Egy retrospektív videót. Istenem, de jó volt. Az a 2 meg mocskos nehéz. Gyerekek, a Metroid Prime 2, Metroid Prime 2 Echoes mocskos nehéz. Azt őszinte leszek, azt például nem vittem végig, az annyira nehéz volt, nem volt időm igazából játszani. Akkor jártam Szegeden egyetemre. És otthon volt a konzol. A szüleimnél, tataházán. És amikor otthon voltam, akkor tudtam játszani. És ki jól jönne a grapple. És annyira nehéz volt az Echoes, hogy azt így abba hagytam. Nem, mint hogy időhiányban, egyszerűen nem bírtam kvázi végig szenvedni. Most a jó értelemben mondom a szenvedést. Nem volt időm. És nem, tényleg nem mertem elvinni a konzolt Szegedre. Mert akkor biztos nem jártam volna egyetemre. Felelős, felnőtt döntés. Nem elvinni a konzolt az egyetemi albérletedbe. Le akarok menni. Ez a Fendrana Drifts. De valahol volt egy ilyen, hogy Tallon... Volt egy olyan Tallon, ami nem West, hanem nem North. Nem volt egy ilyen? Vagy Kozorins North volt?
Mi ez? Ez valami pumpa. Tehát én már hiába megyek fendron a driftsbe. Metroid az egyetlen játék, ahol így elviselem azt, hogyha sokáig vagyok elakadva, de azt is csak egy pontig. Még nem jött el ez a pont, csak mondom. Az megvolt az a rész, Lili, a padló alatti. Annak a végén csak egy missile expansion volt. Jól emlékszel, de az már megvolt? Én is azt hittem, hogy arra kell menni, de nem arra kellett menni. És a Fendranához meg biztos, hogy kelleni fog majd az, hogy tudjak olvasztani. Itt ugye van egy safe station. Nézzétek, itt rengeteg ajtó van ám. Ugye a kékek az ajtók. Ott egy safe station. Van itt egy ajtó. Itt egy ajtó, itt egy ajtó, itt egy ajtó. 1, 2, 3, 4 felé lehet menni plusz a mentés. Ez rengeteg. De olyan magasan vannak, hogy... hogy ezeket most még csak... tehát nem tudom elérni. Most még nem tudom elérni. Kell hozzá plusz technology. Ez az ajtó meg írta, hogy... tehát hogy ezekre lepattam minden. Nincs még olvasztó képességem. Tehát írta a Visor, hogy Blast Shield... Controls are elsewhere in the Fendrana Shorelines area. Ezt máshonnan kell lekapcsolni. Ez double jumpos téma. Vagy screw attack-es, már nem is emlékszem. Mondom itt a jó kis keyword-öket. Itt van egy ajtó, itt van egy ajtó. Ott szembe fönt van még egy, ott valahol. És velem szembe fönt, aha, tehát ott, és ott még egy ajtó. 1, 2, 3, 4, plusz a safe station lent. Oda át, de nem tudok felugrani. Ide se tudok átugrani. Ott az ajtó, igen. Na, most segít a játék. Néha érzékeli amúgy, hogy el vagy akadva. De nem mondd már, hogy a Fendranak a nyomba menjek. Nem tudom, hogy kell oda venni. Még. Ez az ajtó itt fönt, itt ez.
Tehát ez még magasabban van, mint ez, amit amúgy se érek el. Ez. Az a puzzle-ös ajtó. Itt miért van ilyen... lyuk. Nem hiszem, hogy azt ki tudom robbantani. Large traces of... Dehogy nem tudom kirobbantani. Ez mi? Ja, ez ugyanaz. Mit csináltál reggelire, Lili? No way! Ezt így akartam. Miért ütöm bele a fejemet ott a plafonba? Hú, ez tudja összezavarni a visoromat. Azt muszáj megmutassam nektek. Scatter bombu. Ez annyira jól néz ki, figyeljetek. 2002-es játék. Szeretném megjegyezni megint. Bébi sigot. Ez lerobban. Lerobban, lepattan. Hátat kell lőni. Azt a jégpáncélt le kell onnan. Úgy. És most. Gyerekek, lenulláztak. Tehát egy 0 HP-n van ahhoz képest, hogy... ahhoz képest, hogy mennyi volt. Fú... de szép ez a játék, ezt akartam csak mondani. Ott egy ajtó, ott be lehet esni. A szobába, itt lesz egy monster, vagyis kettő, és onnan jöttem. De ott is bele... Mi van itt? Semmi. Annyira jó, hogy néha egy megfogja az arm cannont a másik kezével.
Ó! Kijöttünk itt, és bemegyünk ebbe az ajtóba. Jó! Ja, akkor ezeket húzom be a sásbimmel, de lelőni meg nem lehet őket. Hú, itt, lesz, itt is lesznek ilyen, az a kétlábas. Istenem, gyerekek. 14 évvel ezelőtti gaming emlékek. Hogy ilyen HP-t. Erre emlékeztem egész konkrétan. Ó, lila ajtó. Arra nem most megyünk még. Mi van itt bent? Lore. No. Jött a méreg, megmérgezett mindenkit. No. Please. Elakadtam a falban. Megint? Miben akadok el? Van ott egy perem. Nekifutáskor elakadok abban a peremben. Oh. Ja, igen. Igen. Ebben. Akkor ide állok a szélére. What? Itt is van perem? Nincs, itt nincs. Itt van, itt nincs. Itt föl lehet ugrani? Hát... Oda érek vajon? Ez közelebb van ez a sarok, nem? Mármint, hogy... Nem közelebb van, nincs közelebb. Hanem... Alacsonyabb rossz gomb. De közelebb van. Ez közelebb van, mint ez.
Nem tudok oda felugrani. A Metroidban ilyenekre nem lehet átugrani, tehát hogy erre így... De át lehet. Az ilyenekről leszoktam csúszni. De miért jöttem ide? Ha nincs itt semmi. Ez a lore, ez oké. Vicces, ilyenekről leszokott esni. Mint ugye nem megmászható object. Tovább fönt valami nincs? Nincs. Ez nem véletlen van itt. Itt valami lesz még. Csak még nem most. Itt van valahol. Egy járat. Mutatja a térkép. Látjátok, ott szürkével lent. Missile. Aha, az a másik oldalon van. Ja, ez sima ajtó. Örülnék, ha már menthetnék. Tök jó, hogy nem ad a játék HP-t. Rendes. Az persze, és akkor most ezek jöjjenek. Vissza tud lőni. Hány van belőle? Elakadtam a falba. Az még mindig csak 87 HP. Ezeket a platformokat bekapcsoljuk. Ó! Oh! Hogy ez megmozdul. Jó. Gondoltam, elidőzök egy picit. Oh yes! Boost ball. Mhm. Mhm.
Nem lenne baj, hogyha... ez a sípolás abban maradna. Ugye ez most egy fél cső. Ez az egész. Erre nem lehet visszajönni már. Kis tutoriál. Játék arra kényszerít, hogy tanulj meg félcsövezni labda formában, ami úgy néz ki, hogy... így. Annyira jó, hogy minden sebez, ami csak itt van. Minden. Itt most megint kettő ilyen, aha, basszus. Az monster, ott. I don't want to die. Oh! Charge-olt felém, jó. Oszlop mögött elbújtam. Ups. Az ki sznájpol. Ó. Oh. Tíz HP. Köszi semmit. Még mindig nincs annyi energim, hogy ne sípoljon a játék. Ugye oda tudtam fölmászni bentről. Be kell fejezem a streamet. Látjátok, tehát, hogy erről beszéltem az előbb is az oszlopnál, hogy attól, hogy még úgy néz ki, ezért sok felület úgy van megcsinálva, hogy nem tudsz rá fölugrani. Nem értem, hogy itt miért? Miért? Lehet itt... ups. Miért lehet itt... bejönni? Nincs semmi. Még azt se írja, hogy ez ilyen meggyengült struktúrájú épület lenne. Reflex beam. Ez csak majd a... magma cannonnel lehet. El kéne jussak egy mentőállomásig. Semmi más nincs. Nagyon érdekes. Hát itt van mentő állomás. Hogyha lejövök. Ajjaj. Ajjaj.
Na, ő a fő ellenségünk. Vagyis úgy fő ellenségünk, hogy minden részben meg kell vele küzdeni valahogy. Ridley. Semmi extra, csak kinyírta a szüleinket. Wow. Kedves mindenki, innen fogjuk folytatni ezt a remek és fantasztikus játékot. Amúgy megint itt a bizonyíték, hogy nem pre-recorded. Sziasztok! Itt ültem végig, én ültem itt végig. Fantasztikus ez a játék, úgyhogy ja, nézzétek majd a többi epizódot is. Jók legyetek! Sziasztok!